Mai vendégünk Sági István, a Karcagi Tankerületi Központ vezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a Karcagi Televízió nézőit. Elindult a 2023-24-es tanév. Milyen átszervezések előzték meg a tanévkezdetet? Először, ha megengedi, kitérnék a karcagi átszervezésekre. Egy korábbi bírósági döntésnek köszönhetően, amit természetesen ennek a bírósági döntésnek voltak előzményei, és fontos hangsúlyozni, hogy nem Karcag település önkormányzatához, illetve a tankerülethez kötődik ez a történet. Ennek következtében az aranysulit bezárásra ítélték, felmenő rendszerben kimondta a bírósági ítélet, hogy felmenő rendszerben egy deszegregációs terv alapján ezt az intézményt meg kell szüntetni. Az idei tanévben eljutottunk odáig, hogy már csak 5-től 8. évfolyamig 40 tanulót érintett ez az átszervezés, és ebben az évben ez megtörtént. Ez a 40 gyermek a Kiskulcsosi Tagintézményünkben és a Kovács Mihály Általános Iskolába került elhelyezésre, mely történetet természetesen folyamatos egyeztetések előztek meg. Egyeztettünk az érintett szülőkkel, egyeztettünk kisebbségi önkormányzattal, és ezen átszervezési javaslatot, amit megtörtént erre a tanévre vonatkozóan, ezt az önkormányzatnak a bizottsága, illetve a testülete is véleményezte. Amin ott voltam a bizottság ülésen, egyhangulag mindenki támogatta, elfogadta ezt a javaslatot. Értelemszerűen, mivel bírósági döntésről van szó, igen, tehát sok opciónk nem lehetett. Viszont ennek az átszervezésnek a keretében már korábban is gondoltunk arra, hogy szeretnénk tiszta profilú iskolákat létrehozni. Ez mit jelent pontosan? A tiszta profilú iskola azt jelenti, hogy eddig a Kovács Mihály Általános Iskolában a művészeti iskola is benne volt, és ezért most külön művészeti iskolát hoztunk létre, és külön általános iskolát, ahogy említettem, funkciójában egyébként megmaradtak. Itt fontos hangsúlyozni, hogy itt az elsődleges cél az, hogy tehát a szakmai munka, pályázati lehetőségek, illetve a tiszta profil miatt az intézmények vezetői is még magasabb színvonalon, a korábbihoz képest is tudják majd ellátni a feladataikat. Tehát az átszervezés miatt tehát gyakorlatilag egy intézményünk megszűnt, viszont a másik intézményből pedig kettő lett, tehát az intézmények száma Karcagon nem változott. Azokat a feladatokat, amit eddig a művészeti iskola ellátott a Kovács Mihály Általános Iskolában, ugyanúgy ellátja, tehát a gyerekek nem sérülnek, és az fontos tudni, hogy a művészeti iskola nem csak az állami általános iskolák gyerekeinek végez el feladatot, hanem Karcag területén, illetve Karcag környékén is, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, akár más fenntartók, tanulói, ők szintén a körünkben folytathatják ezeket a tanulmányokat. Érintettük már, de beszéljünk a pedagógus ellátottságról is a továbbiakban, illetőleg az osztályi folyamlétszámokról. A pedagógus ellátottságunk, tehát a Karcagi Tankerületi Központnak tankerületi szinten egy 950 és 1000 fő közötti alkalmazottja van benne a pedagógusokkal. Általában a nyári szünetben egy ilyen 5 és 10% közötti mozgás szokott lenni a nyáron. Ez az idén is hasonlóképpen történt, tehát az átlagtól nagyobb mozgás nem volt. Természetesen ott, ahol egy-egy órába vagy kisebb létszámú, kisebb óraszámú tantárgyaknál azért folyamatosan keressük, meg követjük a pedagógusok mozgását, de én azt gondolom, hogy itt Karcagon azzal, hogy az intézmények, tehát az egyik intézmény megszűnt, és onnan szakos kollégák is jöttek át az új intézményhez. A korábbi évekhez képest én azt mondanám, hogy jobb a helyzet, nem mondom, hogy nincsenek, nem várunk még azért egy-két pedagógust, de azokon a helyeken, ahol éppen kevesebb pedagógus van, ott igyekszünk óradói, megbízási szerződésekkel, azon nyugdíjasoknak a foglalkoztatásával, akik szeretnének vállalni munkát. Fontos hangsúlyozni, hogy a nyugdíjasoknál a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a nyugdíját is meg tudja kapni, és a bérét is meg tudja kapni. Tehát ha erejük, egészségük van, és bízunk benne, hogy van, és szeretik is a szakmájukat, és jönnek hozzánk, szívesen látjuk őket. És ezen kívül pedig azt lehet elmondani, hogy
azokkal a lehetőségekkel ezután is élni fogunk, tehát minden egyes tanévben, menet közben is, akár a pedagógusok saját családi helyzete, élethelyzete, vagy a férje éppen másik településen dolgozik, stb. Stb. Tehát ezek befolyásolják a pedagógusok mozgását, igyekszünk ezzel élni. Viszont ha itt kitérnék arra, hogy az új pedagógusok életpályát szabályozó törvényben van arra lehetőség, hogy a pedagógusok nem csak egy adott intézményben, hanem bizonyos feltételekkel, bizonyos körzetben munkát tudjanak vállalni. És itt ezt erre azért értem ki, mert elterjedt az, hogy na majd a tankerület, meg a kormány, meg egyebek így, meg úgy vezényelni fogja, meg nagy távolság, meg stb. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a karcagi tankerületi központ ilyenre nem készül. Természetesen, hogyha vannak olyan pedagógusok, akik szeretnének esetleg többet, vagy másik intézményben is a szakjuknak megfelelően dolgozni, akkor ezt a lehetőséget biztosítjuk. De olyan, hogy mi most direkte kivezényeljünk valakit, átküldjünk egy másik helyre, ő pedig nem szeretne, ezt mi teljesen humánusan fogjuk kezelni, és ebből nekünk szerintem a pedagógusokkal konfliktusunk nem lesz. Rendkívül sok felújítás, beruházás történt az elmúlt időszakban, a tankerületi iskolákban beszélünk erről is. Hát korábban a 413-as, 412-es pályázatokban 13 intézményünk, 13 feltállátási hely újult meg, és az idei évben pedig arról tudok beszámolni, hogy 7 feltállátási helyen, 6 intézményben 300 millió forint értékben történik az elektronikus hálózatnak a felújítása, ami azt jelenti, hogy attól függően, mert egy intézményre 50 millió forint maximum pályázati korlát volt, hogy ebben mi fért bele, ebbe a vezetékek cseréje, dugaljak, kapcsolók, lámpatestek cseréje, új betáplálási pontok, és értelemszerűen az ezzel járó egyéb járulékos költségek, ez történt meg. Ezt a pályázatot a Karcagi Tankerületi Központ területén 2 vállalkozás nyerte el a 7 intézményben. Itt is fontos hangsúlyozni, hogy Európai Uniós nyílt beszerzéssel elektronikus felületeken, amit bárki láthatott, bárki pályázhatott. 6-7 pályázó országosan megjelent ezen a pályázaton, ez egy hosszú folyamat volt, és ezen pályázat megvalósítása még most zajlik. 9.30-ig kell ezt nekünk lezárni, de már olyan állapotban vannak ezen intézmények, hogy az oktatást ez nem befolyásolja, tehát a gyermekek biztonsággal tudnak ezen intézményekben tanulni. Most azok zajlanak, hogy tehát az áramszolgáltatóknak is megvan az a folyamata, hogy most egy légkábelről, egy főkábel mennyi idő alatt állnak át, tehát ilyen apróságok, ezeket most szépen, illetve átnézzük működés közbeni garanciális problémák értelemszerűen működnek, és azokat jelzik a kollégák, és folyamatosan a nyertes vállalkozók ezt helyre teszik. Ez a Karcagi Tankerületi Központ pályázatja és projektje volt, de emellett a Klebersberg Központ pedig okostanterem gyanánt 6 településünkön, ha megengedi egy kicsit puskázat, Beregfürdő, Kunmadaras, Tomajmonostora, Kunhegyes, Tiszaszent Imre, illetve Túrkevel, tehát ezeken a településeken kialakít egy olyan tantermet, amit digitálisan alkalmassá tesz bármilyen tárgynak az oktatására, amihez digitális eszközök kellenek, tehát ez nem csak egy adott tárgynak, ez nem csak egy informatika terem lesz, és itt ehhez minden eszköz adott, és a termek teljesen megújulnak a padozattól, az elektronikától, a felszereléstől, bútorzattól kezdve, és ha még visszatérhetnék az előző, az elektromos felújításhoz, itt Karcagon a Kádas György egy karcagi tagintézményét a Kisújszállási út 45 alatt, és a Kisújszállási út 112-be a Kiskulcsosi intézményünket érinti ez a fejlesztés. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és beszámolt ezekről a hasznos információkról. Én köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a tévénézőknek is, hogy meghallgattak minket.